és a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Pünkösd utáni első vasárnap Anyaszent Egyházunk Szent Háromság vasárnapját üli, Szent Misa áldozatot a Pál család elhunyt tagjaiért ajánlom fel. Így vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és marasztással. Én védkem, én védkem, én igen nagy védkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és isteneket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, az Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten megbocsátván bűneinket, vezessenek az örök életre.
Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Így beszél az isteni bölcsesség. Alkotó munkája elején teremtett engem az Úr, ősidőtől fogva, mielőtt bármit is alkotott. Az idők előtt teremtett, a kezdet kezdetén, a föld születése előtt. Amikor létrehozott, még ősvizek sem voltak, és a forrásokból még nem tört elő víz. Mielőtt a hegyek keletkeztek volna, a halmok előtt születtem, amikor a földet és a mezőket még nem alkotta meg, és a föld első göröngyét sem. Ott voltam, amikor az eget teremtette, és az ősvíz színének körét megvonta, amikor a felhőket felerősítette, és a források erejét megszabta, amikor kijelölte a tengerek határát, és a vizek nem csaptak ki, amikor lerakta a föld szilárd alapjait. Ott voltam mellette, mint kedvence, napról napra csak bennem gyönyörködött, mindenkor az ő színe előtt játszadoztam. Ott játszottam az egész föld kerekségen, és örömmel voltam az emberek fiai között. Ez az Isten igéje. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, mivel a hit révén megigazultunk, békében élünk az Istennel, Urunk Jézus Krisztus által. Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk és dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk. De nem csak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. Reményünkben nem csalatkozunk, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiárad szívünkbe az Isten szeretete. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek. És a Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Még sok mondani valom volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami atyámé, enyém is,
Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek! Szent Háromság vasárnapját ünnepeljük rögtön pünkösd utáni vasárnap, és tudjuk jól, hogy amikor belépünk a templomba, keresztet vetünk az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amikor megkereszteltek minket, akkor is az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében kereszteltek meg. Vagyunk így sokan a Föld bolygón, de talán kevesen gondolkozunk erre, hogy mekkora titok is valójában a Szent Háromság? És mit tudhatunk erről a hit titokról? Nem sok mindent tudhatunk, annyit tudhatunk, amit Isten kinyilatkoztatott nekünk. Vannak a Bibliában, ha olvassuk, érdekes jelenetek, amikor a Szent Háromság nyíltan megmutatja önmagát. Ilyen volt Jézus Krisztusnak a megkeresztelkedése, amikor leszállt rá a Szentlélek, és az Atya szózata hallatszott az égből, hogy ő az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Akkor a Szent Háromság megmutatkozott. Mondhatnánk, hogy a teremtésben is megmutatkozik, hiszen tudjuk, hogy a Szent Háromságnak egyik lényeges eleme, hogy sosem léteztek egymás nélkül az Atya és a Fiú és a Szentlélek öröktől fogva egy, és sosem cselekszik a másik nélkül. Tehát a teremtésben is úgy olvassuk a Bibliában, hogy Isten szólt, teremtsünk embert a saját képmásunkra, és így teremtette meg férfinak és nőnek. Ha bármi hasonló emberi példát szeretnénk hozni, nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert a Szent Háromság, egy Isten messze fölülmúl mindent. Különösképpen nehéz róla beszélni, mert nem csak minket múl fölül, mint teremtményeit, hanem fölülmúl minden fogalmunkat. Tehát nehéz róla beszélni, mert szó szerint nem találnánk szavakat rá, hogy le tudnánk írni Istennek a hármas egységét. De mégis, ha csak arra gondolunk, hogy ha férfinak és nőnek vagyunk teremtve, vagy, az ő képmására, akkor itt láthatjuk, hogy van valami egység, ami nekünk is szól. A szeretetnek az egysége. Hogyan létezik az, hogy egy három személyű egy Isten öröktől fogva egy egységbe létezik? Nem civakodnak, hanem a szeretet egységébe létezik. És láthatjuk, hogy Isten tökéletes, Isten boldog, Isten nem magányos, mert ő a szeretet, és a szeretet nem lehet magányos, nem lehet önmagában. És ebben a hármas tökéletes kezdet és vég nélküli egységben létezik ő. Ha a Szent Háromság titkát akarjuk fejtegetni, akkor nagyon-nagyon sok dogmatika könyvet írtak már erről, nagy teológusok is, és amit lehetett, a szépen logikusan levezették. De nekünk nem a mai vasárnap, nem ennek a titoknak a megfejtése itt a célunk, hanem hogy milyen példát meríthetünk mi az életünkbe a Szent Háromságnak a szeretet egységéből. Hiszen tudjuk, hogy Isten mindent betölt és mindent felülmúl, és mégis ebben a túláradó szeretetében valahogy tud létezni a három személy, és minket is meghívott egy ilyenfajta szeretet egységre, mint amiben ő létezik. Az egyik legnagyobb példa, amikor én a Szent Háromságról tanultam, az volt megrendítő példa, hogy Isten az ő végtelen szeretetében helyet ad a másik számára. Hogy helyet szorítok a másik számára. Szeretetből. Hogy ez nem teher, hanem én magam a másikért vagyok, és ezáltal leszek önmagam. A három személy sose létezett külön, és azáltal lesznek önmaguk, hogy a másik létezik. Az Atya attól Atya, hogy van egy Fiú. És ezek a kapcsolatok a hármasságban hozzák létre ezeket a, mondhatni,
viszonyokat, amiktől a másik a másik. És ugyanígy vagyunk az életünkben, minden kapcsolatunkban, hogy egy anyának van egy gyermeke, egy édesapa, a gyermeknek vannak szülei. És ugyanígy ezek a kapcsolatok az életünkben is benn vannak, és gondoljunk csak bele. A Jóisten úgy teremtett minket, hogy szeretetre hívott az ő végtelen szeretetéből. Ugyanígy a kapcsolatunkra is ezek igazak. Hogy én nekem, ha szeretetből cselekszem, akkor nem teher a másik. Nem teher adni, nem teher ott lenni, nem teher segíteni. Soha. Mert a szeretet egységében cselekszik. A családban. A családtagok. De ugyanez minden emberi kapcsolatunkra igaz. Igaz lehet a munkahelyen is. Ha szeretetből cselekszem, nem teher. Úgyhogy kedves testvérek, ez az, amit szeretnék ma átadni, hogy gondoljunk majd úgy, amikor megvalljuk mindjárt hitünket a Szent Háromságra, hogy bizony erre a szeretet egységre hívott és teremtett meg minket is a Jóisten. Amen. A mennyei atya gyermekei, a fiú testvérei és a Szentlélek templomai vagyunk. Kérik az atyát a fiú által a Szentlélekben, hogy segítse hívő népét. A Szent Háromság egy Istent dicsőítsék életükkel az atya, a fiú és a Szentlélek nevében megkeresztelt emberek. Kérünk téged, hallgass meg minket. A Szent Háromság egységének titka, vezesse a hit és szeretet egységére az egész keresztény világot. Kérünk téged, hallgass meg minket. A Szent Háromság kiáradó szeretete vezesse minden embert az evangélium világosságára. Kérünk téged, hallgass meg minket. A Szent Háromság egysége és békéje uralkodjék a népek és vezetőik szívében. Kérünk téged, hallgass meg. Az Atya hatalma, a Fiú bölcsessége és a Szentlélek kegyelme őrizze meg családjaink egységét és boldogságát. Mindenható Úrünk Isten, engedd, hogy akik a keresztségben gyermekeid lettünk, kegyelmeddel a Szent Háromság boldogító látására eljussunk. Krisztus, a mi Urunk által. Thank you.
házam, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, neved segítségül hívása által szenteld meg felajánlott adományainkat, és tégy minket általuk neked szentelt örök áldozattá, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható Örök Isten. Te egyszülött fiaddal és a Szent Lélekkel együtt egy Isten és egy Úr vagy. Nem személy szerint való egységben, hanem három személyben és mégis egyetlen lényekben. Így, amit isteni szavadra dicsőségedről hittel vallunk, azt fiatról is állítjuk, Szent Lélekről is hirdetjük, minden különbség tétel nélkül. Az igaz és örök istenséget úgy valljuk, hogy három különböző személyt imádunk benne, egyetlen lényekben és egyetlen fenségben. Ez dicsőítik az angyalok és főangyalok, kerubé szeráf kórusok, örökké éneklik és együtt szentik. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szól. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelje, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára. Ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessék az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, a Szent Szűz jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük,
hogy mindenkor segítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgálat Ferenc pápánkat, György püspökünket, püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen Te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos Atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet, elmúlt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a Te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosabb számodban, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is, örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a Tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek keretségben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenük vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljük, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítünk Jézus Krisztusnak, dicsőséges előttét. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Ki élsz és uralkodod mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség. Jézus Krisztus testvérének és vérének egyesége és elvárjuk szent áldozatot.
Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a szentségvétele és az örökkévaló egy és oszthatatlan Szent Háromság megvallása szolgáljon testünk lelkünk üdvösségére, Krisztus a mi Urunk által. Szeretettel hirdetjük a testvéreknek, hogy visszatért a liturgikus rendünk. Ez azt jelenti, hogy reggel hétfőtől csütörtökig 7:30 vannak a Szentmiség templomunkban, pénteken a szokott módon este 6:00 szentségimádás, héttől pedig szentmise van. Jövő héten úrnapja lesz, a 9-es szentmisében fogjuk megünnepelni mi úgy Jézus Krisztus testének és vérének ünnepét, és utána lesz a körmenet itt a templom körül, ezért buzdítunk mindenkit a részvételre a 9-es szentmisében, és kérjük azokat, akiknek van módja és lehetősége, hogy virágokkal vagy virágszilvonkkal járuljanak hozzá a közös ünnephez. Az Annyi Szent Egyház pedig papszenten is tévedett Solymos András komáromi lakos diákonus urat, dr. Udvarni György érsek úr 2022. június 17-én pénteken délelőtt 10 órakor Keszthelyen Kisszentelisz Bazilikában pappá szentel, illetve harmadszor. Legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Isten.